Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Augusztus 16-a Ábrahám névnapja van. 103 éve Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. 69 évvel ezelőtt meghalt Margaret Mitchell, amerikai írónő, az Elfújta a szél szerzője. Most pedig jöjjenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Egyre több helyen egyre nagyobb figyelmet fordítanak a szelektív hulladékgyűjtésre. Fokozott közúti forgalom várható a hétvégén ismét a szerb-magyar határszakaszon. Rendkívüli helyzetet hirdetett az olasz kormányfő a genovai térségben a Morandi-féle híd leomlása után. Nagy Boldogasszony napján szerdán tartották az arató ünnepséget, azaz a Duzsiencet a Bunyevácok szabadkán. A környezet tudatos hulladékgyűjtés Szerbiában még gyerekcipőben jár, ennek ellenére számos pozitív példával is találkozhatunk intézményeknek és a lakosság önszerveződésének köszönhetően. Szerbia Európai Uniós csatlakozási fejezetei közül a 27-es foglalkozik a környezetvédelemmel. Az uniós jogharmonizáció kapcsán a törvényi szabályozásokban szerepel a szelektív gyűjtés is, illetve az, hogy hogyan kell hasznosítani az így összegyűjtött hulladékot. A gyerekeket lehet a legkönnyebben ráébreszteni arra, mennyire fontos környezetünk óvása. A szabadkai Széchenyi István általános iskolában a tanítók egyebek mellett a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára tanítják őket. Az iskolában kialakult ez a kis csapat, és ennek hála szelektívebben gyűjtsük a dolgokat. És ezért csatlakoztam én is, hogy megóvjuk a környezetünket. A felsős tanulók ösztönözni szeretnék a kisebbeket is, ezért számukra érdekes módon oldották meg a gyűjtést. És szoktunk így külön a lányok inkább ilyen dobozokat festeni, meg így, hogy ezekbe gyűjtsük a kupakokat, a üvegeket, és akkor így a kisebbeknek is érdekesebb. Az ökológiai szakkörön a műanyag flakonokat, a kupakokat, a papírt, a kartont, az elhasznált elemeket gyűjtik, amiket utána egy szabadkai cégen keresztül értékesítenek. Nagyon jó a kapcsolatunk, a kifizetés megfelelő módon történik, a megfelelő áron, amiben megegyeztünk, mennyiség lemérése, tehát egyelőre mindennel meg vagyunk elégedve. És mire fordítják a pénzeszközöket? A pénzeszközöket a szociális hátrányú tanulók megsegítésére. Céljuk, hogy az iskolát felvegyék a Nemzetközi Ökológiai Iskolák jegyzékére. A felsős tanulók és a diákparlament tagjai kiemelten tartották előadásokat a tanórákon az újrahasznosítás fontosságáról, és megszervezték a kémia tanárnő irányításával egy tényleg nagyon szép szinten a hulladékok összegyűjtését. Míg egyes iskolákban már folyik a környezettudatos hulladékgyűjtés, addig Szabadkán ez nincs minden esetben megoldva. Az önkormányzat idén elfogadott egy hulladékgazdálkodási tervet, amely előre látja a háztartások primáris hulladékának szelektálását. Ennek előfeltétele a regionális hulladéklerakó működése, amely azonban egyelőre csak épül Békova és Orom között. Az önkormányzat ennek ellenére saját tervet dolgozott ki. Egy kétkannás rendszerrel szeretné ösztönözni a polgárokat arra, hogy szétválogassák a hulladékot. Ahogy kiteszi a kék kukát, és azt a köztisztasági közvállalat elszállítja, és a regionális hulladéklerakó utána szelektálja és továbbadja a piacon, akkor remélhetőleg, hogy egy idővel, mikor beindul ez a rendszer, akkor legalább a regionális hulladéklerakó működési költségeit ebből a szekundáris nyersanyagból tudjuk fedezni. Az illetékes szerint, ha felszámolnák a mostani szeméttelepeket, az egészségünkre és a környezetünkre is pozitív hatással lenne. Hozzátette, ha bár nincsenek pontos felmérések, a nem megfelelő hulladéktárolással nagy veszélynek tesszük ki saját magunkat és a környezetünket is. Zentán az oktatási intézmények környékén és a tömbházak mellett is vannak szelektív hulladékgyűjtő konténerek, a lakosságnak azonban más lehetőség is rendelkezésére áll, amennyiben környezet tudatosan szeretne bánni az újrahasznosítható hulladékokkal. A zentai homokon szemetes konténerek mellett a szelektív hulladékgyűjtőket is használják a helyiek.
a hulladékgyűjtőkbe külön lehet papírt, konzervet és műanyagot dobni. Az emberek használnák, hogyha nagyobbak lennének, nem fér bele a szemét, tehát annyi szemét szokott összegyűlni így hétvégén, hétvégitől a következő hétig, hétfőig még el nem szállítják, hogy az úttestre kiviszi a szél a szemetet. Az autósok azon közlekednek, a gyalogosok, kerékpárosok. Klaus Zoltán, a Lokátor Város és Környezetvédelmi Egyesület elnöke szerint, bár sokan gyűjtik szelektíven a hulladékot Zentán, még mindig vannak, akik nem élnek a lehetőséggel. A Lokátor fennállása idejétől kezdve, tehát így próbál erre rámutatni, próbál edukálni, és iskolákba, elsősorban iskolákba tartottunk eddig erről előadást, hogy hogyan kellene, milyen veszélyei vannak annak, hogyha nem tesszük, és milyen lehetőségek rejlenek a hulladék szelektív gyűjtésben. A zentaiak nem csak a konténerekbe dobhatják az újrahasznosítható hulladékot. A Tiszapart Alvég helyi közösségben dolgozók a száraz elemek mellett a pillepalackokat, az alumínium dobozokat és az üveget is átveszik. Az összegyűjtött hulladékot külön válogatva viszi el egy cég, amelyik a városnak fizet ezért, és továbbítja ezt a hulladékot olyan földolgozó cégek felé, amelyek újra hasznosítják ezeket a hulladékokat. Vatai Zsuzsanna hozzátette, a környezet tudatos polgárok hétköznap délelőtönként vihetik el a hulladékot a Tiszapart Alvég helyi közösségbe. Ledőlt egy lakótömb oldalfala Újvidéken, 6 lakás érintett. A családok az utcára menekültek, senki sem sérült meg. Az omlás oka, hogy a szomszédos telken egy új lakóépületet készülnek felhúzni, amihez most az alapokat ásták 4 méter mélyen. Az érintett családokat átmenetileg egy hotelben szállásolták el. Várhatóan hamarosan a város, a beruházó és a lakók közösen beszélnek majd a helyzet megoldásáról. Az egyik lakó az újvidéki sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy szemmel látható volt, ahogy a fal milliméterről milliméterre elmozdul, a polc a földre zuhant, majd idővel a teljes fal leomlott. A kivitelező állítólag rendelkezett minden engedéllyel, bár egyes újvidéki portálok ezt kétségbe vonják, az ügyben vizsgálatot indítottak. Fokozott közúti forgalom várható a hétvégén ismét a szerb-magyar határszakaszon, tájékoztat a magyarországi rendőrség. Az információ szerint leginkább a Szerbiából Magyarországra való belépéskor alakulhat majd ki hosszabb várakozás. A rendőrség azt írta, a vendégmunkások szabadsága lassan véget ér és visszaindulnak Nyugat-Európába. Gyorsabb átlépés érdekében érdemes a kisebb határátkelőket választani, teszik hozzá. A helyzet óráról órára változhat, így mindenképpen tájékozódjanak az utazók indulás előtt. Július elejétől Szerbiában új közlekedésbiztonsági törvény lépett életbe, aminek értelmében szigorúban ellenőrzik a járművek állapotát. Stojan Spasića, a közlekedési rendőrség munkatársa a szerbiai RTV-nek elmondta, a jármű megfelelőnek minősíthető, abban az esetben is, ha egyes alkatrészeken kisebb kopás figyelhető meg, vagy felszíni sérülés a szélvédőn, esetleg a fényszórókon. Az illetékes hangsúlyozta, azokat a járműveket zárják ki, amelyek különböző méretű gumiabroncsokkal rendelkeznek ugyanazon a tengelyen, mechanikai sérüléseik vannak, átrosdásodtak, vagy nem rendelkeznek az előírt felszereléssel. Ez a helyzet az utólagosan sötétített ablakokkal is, csak azokat a járműveket engedik át, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek a szakszerű fóliázásról. Spasić arra biztatja a sofőröket, ne hagyják a műszaki vizsgát az utolsó pillanatra, akár 30 nappal is elvégezhető a bejegyzés előtt, és ez elegendő idő az esetleges hiányosságok kijavítására. Alexander Vučić szerb államfő Kyle Scott amerikai nagykövettel tárgyalt. Ma a találkozó során szót ejtettek a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd jelenlegi állásáról, valamint a koszovói helyzettel kapcsolatos megoldásokról is beszéltek. A két fél egyetértett abban, hogy a párbeszéd Koszovó helyzetének javítását szolgálja, ha felelősen közelítik meg a problémát és elkerülik a konfrontációkat. Scott felszólította Belgrádot és Pristinát, hogy az ügyben tanúsítsanak rugalmasságot és kreativitást egy olyan megoldás érdekében, amely hozzájárul a regionális stabilitás megőrzéséhez. A találkozón emellett szó esett a két ország közötti gazdasági helyzetről is. Vučić elégedettségét fejezi ki a Szerbiában befektető amerikai társaságokkal szemben, valamint a két ország közötti gazdasági együttműködés növelésének lehetősége kapcsán.
Most van itt az ideje annak, hogy kilábaljunk a Koszovóra vonatkozó befagyasztott konfliktusból, és elinduljunk egy olyan úton, amelyen a problémát megoldó nép is elindulna, és az győztessé tenni őket, fogalmazott Ana Brnabić. A szerb miniszterelnök arra szólította fel a közéleti szereplőket, hogy felelősségteljesen álljanak ehhez a kérdéshez, a polgárok pedig álljanak az államfő mellé abban az erőfeszítésben, amelyet a koszovói megoldás érdekében és az ország jövőjéért tesz. A megoldás megtalálása, illetve a Pristina és Belgrád közötti kapcsolat normalizálása kétségtelenül a legfontosabb politikai kérdés az ország és a nép jövőjét illetően, tette hozzá Ana Brnabić. Amennyiben 2019 tavaszáig átvágják a Gordiuszi csomót Koszovó ügyében, akkor nagy esély van arra, hogy Alekszandar Vučić szerb és Hašim Tači koszovói elnököt, valamint a brüsszeli tárgyalásokon közvetítő Federica Mogherinit Nobel-békedíjra jelölik, írja nemzetközi diplomáciai körökre hivatkozva a Danas. A Tači lehetséges jelöltsége felé tett első lépés a róla szóló életrajz, amelyet idén nyáron a nyugati fővárosokban mutatnak be, tette hozzá a Danas. Tači életrajzának szerzője Roger Boyce, a The Times brit lap szerkesztője, és Suzy Jäger ugyanannak a lapnak az újságírója, az előszót pedig Bob Dole írta, aki Trump egyik tanácsadójának tartanak. Hajdújáráson találkozott ma Ljubiša Díković, a szerbiai katonaság vezérkari főnöke, valamint Koron Ferenc, a magyar honvéd vezérkar főnöke. A találkozó során szót ejtettek a régió aktuális biztonságpolitikai helyzetéről, a két hadsereg közötti együttműködés fejlesztéséről, továbbá arról, hogy mindkét fél közösen vett részt az Egyesült Nemzetek szervezetének ciprusi műveleteiben. Egyetértettek abban, hogy a két katonaság között kiváló a kapcsolat, egyebek között leginkább a közös gyakorlatok megvalósításában. Rendkívüli helyzetet hirdetett az olasz kormányfő a genovai térségben a Morandi-féle híd leomlása után. Olaszországban megszigorodhat az infrastruktúrális ellenőrzés. A keddi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint legalább 38 személy halt meg. Szombaton gyásznap lesz Olaszországban, akkor vesznek végső búcsút a hídomlás áldozataitól. Az állami szertartást az olasz nagyvárosban tartják. Már két napja folyamatosan ellenőrzik azokat a hidakat és alagutakat, amelyeket egykor Ricardo Morandi tervezett. Francesco Cozzi, a térség főügyésze szerint biztosan emberi mulasztás okozta a problémát, ezért a fejlesztésre, a kivitelezésre és a karbantartásra is kiterjedő teljes kivizsgálást rendelt el. Cozzi megerősítette azt is, hogy három gyerek is van az áldozatok között. Az AFP hírügynökség beszámolója szerint már a megépítésétől kezdve szerkezeti problémák voltak a híddal, rendszeresen javítani kellett. A viadukt fenntartója, az Autostrade cég szerint azonban a tragédia teljesen váratlanul következett be, semmi sem utalt arra, hogy a híd veszélyes lehet, sőt folyamatosan ellenőrizték is az állapotát. Az olasz kormány az ország közúti infrastruktúrájának rendkívüli ellenőrzésére kidolgozik egy tervet, közölte szerdán a katasztrófa helyszínén Giuseppe Conte olasz kormányfő. Az olasz közlekedési miniszter pedig a hidat üzemeltető cég vezetőinek leváltását követeli a tragédia miatt, amelynek egyébként két román állampolgárságú áldozata is van. Magyar és szerb áldozatai nem voltak a katasztrófának. 4%-ot tudott erősödni a török líra, és 1 dollárt újra 6 líra körül jegyeztek szerdán. Ez 15%-os javulás a hétfői mélyponthoz képest, amikor 1 dollárért több mint 7 lírát kellett adni. A javulást jobbára az ankarai vezetés lépéseinek tudják be. A lira mélyrepülését részben kiváltó politikai feszültség azonban továbbra sem enyhül. Donald Trump amerikai elnök a múlt pénteken az acél és alumínium cikkek védővámjának jelentős megemelésével fenyegette meg Törökországot. Recep Tayyip Erdogan török elnök az ország gazdasága elleni összehangolt akciónak nevezte az amerikai intézkedéseket, és az amerikai elektronikai cikkek bojkottjára szólította fel a lakosságot. Korábban arany és devizatartalékaik lírára váltására is felkérte a török polgárokat. A török líra további erősödéséhez ma már csatlakoztak a régiós devizák, a forint, a lengyel zloty és a cseh korona is. Emellett az euró is erősödésbe kapcsolta a dollárral szemben. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. Nagyjából 300 pályamű érkezett a Pannon Rádió itthonmaradást népszerűsítő felhívására. Néptánc és népdaloktatáson vehetnek részt, valamint kézműveskedhetnek is a zentai népművészeti tábor résztvevői. Tovább tombol a nyár térségünkben, a napokban folyamatos felmelegedésre számíthatunk. Pénteken egyes helyeken gomoly felhők takarhatják az eget, de a hőmérséklet 31 fokra kúszhat fel. A hétvégére nyugodtan lehet strandolást tervezni.
A napközbeni hőmérséklet ugyanis 32-33 fok körül alakulhat, csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani ezekben a napokban, és felhő is csak ritkán takarhatja az eget lehűlésre, a meteorológusok szerint egészen a jövő hét végéig nem kell készülni. Marad vagy megy az óraátállítás, ma ér véget az a felmérés, amivel az Európai Unió választ ad majd a dilemmára. A netes kérdőívet most még bárki kitöltheti, a célcsoport az unió lakossága. Az ec.europa.eu oldalon a konzultáció menüpontot kell keresni, majd válaszolni néhány egyszerű kérdésre. Azt is be kell jelölni, hogy az óraátállítás esetén a téli vagy a nyári időszámítást általánosítanánk. Az Európai Parlament februárban kezdeményezte az óraátállítás szükségességének felülvizsgálatát, sokakat ugyanis zavar a márciusban és októberben esedékes Záger hajtogatás. Szerbia egyébként már korábban jelezte, hogy bárhogy is döntenek az Unióban, követjük őket. Áramütéstől pusztulnak a gólyák Vajdaságban, hívják fel a figyelmet a madárvédők. Egyesületük Futakon egy nap alatt 5 olyan gólyát talált, amivel a távvezeték végzett. Hasonló eset történt Versecen, Alibunáron, Eleméren és több szerbiai településen is. A természetvédők szerint a megoldás a vezetékek megfelelő szigetelése lenne, a lakosságot pedig arra kérik, hogy jelentsenek nekik minden esetet, amit észlelnek, hogy a veszélyes villanyoszlopokat és vezetékeket minél előbb javítani tudják. Az áramütések miatt egyébként nem csak a szerbiai Gólya állomány van veszélyben, hanem minden az országon átvonuló példány is. Nagyjából 300 pályamű érkezett a Pannon Rádió itthonmaradást népszerűsítő fölhívására. A legtöbb írás az utolsó 3 napban futott be, ezek összegyűjtése, feldolgozása még most is tart. A zsűri vasárnap értékeli a 3 mondatos pályázatokat, az eredményeket hétfőn tesszük közzé. A legjobb mondatokat hónapokon át sugározza majd a Pannon Rádió azzal a céllal, hogy minél többen elgondolkodjanak azon, miért jó a szülőföldön maradni. A hét elejéig nagyjából 50 pályamű érkezett be, mi ennek is nagyon örültünk, és nagyon elégedettek voltunk ezzel a számmal. Szerda este lezárult a pályázat, és amikor csütörtök reggel megnyitottuk az e-mail postafiókot, akkor nagyon megdöbbentünk. Több mint 200, majdnem 250 új üzenetünk érkezett, hogyha ehhez még hozzáadjuk azokat a pályaműveket, amik postán érkeztek, vagy pedig másik e-mail címre, akkor elmondhatom, hogy összességében több mint 300-an írtak nekünk az Itthon vagy című felhívásunkra. Nagy boldogasszony napján szerdán tartották az arató ünnepséget, azaz a Duzsiáncát a Bunyevácok Szabadkán. Délelőtt háladó szentmisét tartottak a ferencesek templomában, majd délután felvonulással és közös kólózással folytatódott a Bunyevác ünnep a belvárosban. A sétányon vonuló díszes menet a főtérre érve körré formálódott. Népviseletbe öltözött csoportok lepték el a központot, majd táncra perdültek, az aratópár és a zászlósok vezetésével. Később megkoszorúzták Blaskó Ráigy plébános irodalmár városháza előtti mellszobrát. Sokak számára fontos az arató ünnepség, ilyenkor ismét régi, hagyományos ruháikat ölthetik magukra, és felelevenedik a tradíció. Szasztam, ez nagyon a kolkóhíma. Kolkóhíma u národnoj nošnji dece i odraslih i starih baš. Predivno, jako sam zadovoljna. Az idei rendezvény házigazdája a Szabadkai Brátszó Egyesület volt, támogatója pedig a Bunyevác Nemzeti Tanács. Ez alkalommal mintegy 40-en érkeztek a fűtérre. Dođem rado se pozovem, jer igram folklorić jako dugo godina, volim da se družim s drugim grupama, i to je to. A rendezvény díszüléssel zárult a városházán. A Duzsiánca az új búzából készült kenyérnek, az aratás végének, a termés, a termékenység és a közösség egységének ünnepe. Véget ért a pedagógusok részére szervezett 5 napos nyári akadémia Szabadkán. A záróelőadások során a résztvevők az új városházán gitárkíséretében egy közös dalt is elénekeltek. Idén a pedagógusok 7 témakörben vettek részt a rendezvényen. Barsi Anikó több év kihagyás után idén újra jelentkezett a nyári akadémiára. Bevallása szerint a színvonalas előadók miatt döntött úgy, hogy részt vesz a képzésen. A neveléstudományi szakcsoport munkájában tevékenykedett. Azt gondolom, hogy az új dolgokat ki kell próbálni, és hogy több-kevesebb sikerre azért tudjuk alkalmazni is. Mindent nem tudunk, hát gondolom integráljuk azt, ami a legjobban tetszett. Túróvirág Ildikó 15 éve csoportvezetőként vesz részt az akadémián. Idén az érzelmi intelligencia fejlesztésével foglalkozó 22 tagú csoport munkáját felügyelte.
Az érzelmi intelligencia fejlesztés egy nagyon fontos témakör mostanában, mind a gyermekek, mind a felnőttek részéről, és ezt mi még ráadásul drámapedagógiai eszközökkel fűszereztük meg, segítve ezzel a pedagógusokat arra ösztönözni, hogy használják a drámapedagógiát, és merjék előhozni a diákokból az érzelmeket. Idén nagy érdeklődés volt az előadások iránt, közel 200 pedagógus jelentkezett az akadémiára. Nem szeretnék kiválasztani előadást, mert délután is, amikor 35 fok volt a díszterembe, a Iván Szárics iskolába, akkor is 150-en írták alá, hogy jelen vannak. Tehát azt gondolom, hogy hívószavai voltak az előadás címeknek. Bár az akadémia tanulmányi része véget ért, a pedagógusoknak szervezett programnak még közel sincs vége. A záróesemény után a csapat Palicsra látogatott, ahol helytörténeti ismereteket szereztek, pénteken pedig dunamenti kirándulásra indulnak, Bajára és Baracskára is ellátogatnak. Ha te tudnád elnevezéssel népművészeti tábort szerveztek Zentán, a résztvevők néptánc és népdaloktatáson vehetnek részt, emellett kézműveskedhetnek is. A táncos cipőket hétvégén a hangszerek váltják fel, ugyanis a tábor keretében kétnapos népzenei mesterkurzust is szerveztek. Hétfő óta a gyermekzsivaj tölti be a Zentai Emlékiskola épületét. Összesen 60 gyermek vesz részt az ötnapos táborban, ahol három csoportban folyik a munka. Az iskolás és a kézműves csoport mellett a legkisebbek is bekapcsolódtak a tábori életbe. A résztvevők színes programokon vehetnek részt a pár nap alatt. Nagyon tetszik, nagyon sok újat megtanultam ez idő alatt. Milyen újakat tanultál, mivel foglalkoztatok itt a pár nap alatt? Táncot tanultunk, egyben játékokat és énekeket. Eddig a kézműves foglalkozások tetszettek. Miket csináltatok itt a kézműves foglalkozásokon? Agyagoztunk, eddig meg nem ezeltünk. A tábort a szegedi Ha te tudnád táncműhely tagjai szervezték Zentán idén első alkalommal. Elsődleges motivációnk az volt, hogy én, mint zentai, itt a szülővárosomban is elhozom ezt a tábort. Szegeden azt látjuk, hogy nagyon jól működik, ott 5. éve szerveztük meg idén nyáron, és sikerült a Magyar Államtól támogatást szereznünk erre a táborra, és így indult ez az egész projekt. A tábort szombat délután egy ünnepélyes gála zárja, amelyen a résztvevők bemutathatják az 5 nap alatt tanultakat. 10. alkalommal tartanak lovas tábor Temerinben, a tábor iránt évről évre növekszik az érdeklődés, így két csoportban oktatják a gyerekeket, akik a tanulóórák mellett sokat szórakoznak és játszanak is. Szorgalmasan tisztogatják a lovakat a temerini lovastábor lakói. Az egyhetes képzésen a lovaglás mellett az állatokkal való törődést is megtanítják a gyerekeknek. Mindig kell ápolni a lót, meg tisztítani a boxát, meg ilyesmi. Ügetni tanultunk a tegnap, és nekem nagyon tetszett. Az idei táborban azt tanultam meg, hogy hogyan kell rárakni a kantárt a lóra. A délutáni oktatás bemelegítővel és ügyességi gyakorlatokkal kezdődött. A lóba vetett bizalom fontos eleme a sportnak. Hoffmann Evelyn évek óta edz, tervei vannak a lovaglással. Először is szeretnék biztosan megtanulni lovagolni, majd egy saját lovat is szeretnék, és hogyha minden jól megy jövőre, talán indulnák is a kis huszárvágtán, majd később a nagyok között is. A lovaglás nem csak a testi fejlődésre van jó hatással, ez a sport nevel, oktat is. Igyekszünk több oldalról fejleszteni az ide érkező gyerekeket, a pszichomotoros képességeiket, motorikus képességeket egyaránt, tehát állóképesség, erő, mozgáskoordináció, de ugyanakkor az interpersonális képességeit, a szociális kompetenciájukat is. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon komplex csomagot tudunk adni azoknak, akik ide jönnek. Az érdeklődés évről évre nő, ami hozzájárulhat a lovasport népszerűsítéséhez. Akik eljönnek egyszer, azok jó érzik magukat, következő évben is el akarnak jönni, és legalább 2-3 barátot is hoznak.
és ez az elégedett érzet, ez az, ami minket továbbra is mozgat, így jönnek az új gyerekek, az új érdeklődők. A temerini lovastábort 10 éve a településhez közeli Búcótanyán rendezik. Nagyon sok lexikális anyagot tartalmaz az iskolai tanterv, a gyerekek sokszor a szövegek bemagolására kényszerülnek, háttérbe szorul azonban a probléma megoldási képességük, mondják a szakemberek. Ennek megváltoztatása céljából indult útjára a logikai tábor a Bánáti Muzsján. Több mint 60 diák négy csoportba osztva vesz részt a Múzsiai Szervó Mihály Általános Iskolában 6. alkalommal megszervezett logikai táborban. Az elsődleges cél az, hogy a gyerekeket visszavezessék a gondolkodás világába, mondták a szervezők. Most már 5 éve járok ebbe a logikai táborba, és szerintem számomra nagyon fontos a logikai gondolkodás, mert nem kell annyit tanulni, meg bemagolni. A foglalkozások játékos keretek között zajlanak. Nekem legjobban tetszett a logisztori, az minden évben van itt a táborban. Történetet adnak fel, és meg kell oldani. Nagyon nehéz rájönni, de ha logikával gondolkodunk, akkor hamar rájövünk. A múzsiai származású Rácz Renátó Budapesten programtervező informatikus szakra jár. Most csoportvezetőként érkezett a táborba. A gyerekek azok tudják fejleszteni a logikai képzettségüket, valamint tudnak különböző kritikus gondolkodást elősegítő feladatokkal megbirkózni, és így lényegében ki tudják bővíteni a saját perspektívájukat. A táborba kezdetben főleg közép- és délbánáti gyerekek érkeztek, most azonban már Vajdaság más pontjaira is eljutott a rendezvény híre. Van ilyen tanulónk például Torontál Orosziból, egyetlen egy maga, hírt hallott a táborról, szépeket meséltek rólunk, és jelentkezett, érdekelte. De már Bácskából is vannak jelentkezőink, eddig csak vendégek voltak, tavaly előtt a szabadkai természetvédelmi versenynek a győzteseit tudtuk vendégül látni a táborba, most viszont magános jelentkezők, két tanuló is jelentkezett, Adáról jöttek. A tábor munkájában idén több olyan fiatal is feladatot vállalt, akik már máshol folytatják tanulmányaikat. Az eseményre azonban hazajöttek. Ez ad reményt arra, hogy a tábort sikerül majd az elkövetkező években is megszervezni, mondják a szervezők. Szobrok, amelyek beszélnek, ez a címe Vojislava Csitákovics vrcei belgrádi szobrásznő első pancsovai kiállításának a Kortárs Művészetek Galériájában a nyári szünet után ez volt az első kiállítás, amely a gyerekek érdeklődését is felkeltette. A szobrásznő a Belgrádi Művészeti Egyetemi Varművészeti és Tervezési Karán diplomázott. Több nemzetközi és hazai tárlaton vett részt, ez már a 4. önálló kiállítása. A tárlat augusztus 25-éig látogatható Pancsován. Velika mi je čast da izlažem u galeriji savremene umetnosti, baš zato što se ja inače bavim keramikom i završila sam primijenjenu umetnost, što obično podrazumeva neke upotrebne predmete ili dizajn. A ja keramiku koristim samo kao materijal za umetničko izražavanje i pokušavam baš da stvaram savremenu umetnost. 76 éves korában meghalt a soul királynője, Aretha Franklin. Az énekesnőnél 2010-ben diagnosztizáltak rákot, legutolsó fellépése 2017. novemberében volt Elton John alapítványának rendezvényén. Aretha Franklinnek 20 száma szerepelt Amerikában a toplista csúcsán, ő volt az első női zenész, akit beiktattak a rock and roll hírességek csarnokába. Összesen 18 Grammy-díjat zsebelt be a pályája alatt, több mint 75 millió lemezt adott el. 2005-ben George W. Bush akkori elnök az elnöki szabadság érdemrendet adta át neki. Első hazai mérkőzését játsza szombaton a Topolyai TSC a szerb labdarúgó első liga idei szezonjában, bár a belgrádi Szingyelic ellen értékes döntetlent értek el az előző fordulóban, most nyernie kell az együttesnek, ha nem szeretne lemaradni a pontversenyben. Mivel a TSC-nek új stadionja lesz, ebben az évadban a hazai mérkőzéseket a zentai pályán játsszák.
Predrag Rogán vezető edző csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, egyértelmű, hogy a Csajetinai Zlatibor együttesít le kell győzniük. Úgy véli, az ellenfél gyengébb játékerőt képvisel, valamint a bajnoki címhez vezető úton nem hullajthatnak el pontokat a gyengébb csapatok ellen. Mi imamo našu obavezu, moji momci su spremni, mi želimo da zabeležimo prvu proleć, odnosno prvu pobedu u ovom šampionatu uz maksimalan respekt i uvažavanje ekipe Zlatibora koja je zabeležila izuzetno dobar rezultat u prvom kolu. Szabó Zoltán, a TSC sportigazgatója elmondta, hogy az idei szezonban is igyekeznek kedveskedni a szurkolóknak. A zentai és a környékbeli szurkolók, vagyis a topáról is, aki eljön, ingyenes a belépő, aki jegyet vál 150 dinárért, az kap egy ilyen szurkolói majicát. Topoljáról pedig két szurkolói busz indul, 4 óra 15-kor. A többi adatokat az utazással kapcsolatban a Facebookon lehet majd látni. Az összecsapás szombaton 17 óra 30 perckor rendezik meg a zentai Népkert futballpályáján. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Egyre több helyen egyre nagyobb figyelmet fordítanak a szelektív hulladékgyűjtésre. Fokozott közúti forgalom várható a hétvégén ismét a szerb-magyar határszakaszon. Rendkívüli helyzetet hirdetett az olasz kormányfő a genovai térségben a Morandi-féle híd leomlása után. Nagy Boldogasszony napján szerdán tartották az arató ünnepséget, azaz a Duzsiencet a Bunyevácok Szabadkán. Köszönjük szépen a figyelmüket, a pandonrtv.com weboldalon még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Tartsanak velünk a továbbiakban is, a viszontlátásra!